Hát sziasztok, kedves Éva magazin Instagram követők! Boldog új évet mindenkinek, mert még itt nem találkoztunk, meg nem beszélgettünk. Zubor Rozália vagyok, az évamagazin.hu főszerkesztője, és egy tavaly elkezdett Instagram live interjú sorozatunkat fogom újra folytatni, aminek nagyon örülök, és már nagyon vártam. És az idei évben az első vendégünk Sydney van den Bosch lesz, akit már biztos nagyon sokan ismertek innen az Instagramról és a YouTube világából, és kedvem volt egy kicsit jobban megismerni őt, és nagy örömömre szolgál, hogy elfogadta az online meghívásomat, és itt is van velem. Szia! Szia, Rozi! Sziasztok! Szia, figyelj, jól mondtam a neved? Tökre izgultam ezért. Nagyon jól mond, tehát tökéletesen ejtetted. Szuper. Na, elárulom, hogy én csaltam kicsit egy kis filterrel, mert láttam a bejelentkezésedet, és mondtam, hogy úristen, valahogy föl kell vennem a tempót veled. Így most már csak 10 évvel nézek ki öregebbnek, mint te, pedig csak 7-tel vagyok idősebb. Én itt egy fotózásról jöttem, úgyhogy igazából teljes hajban és minkben pompázom, ugye a reggel 6-kor készült, de azért itt teljesen másképp festi már az ember. Hát úgy könnyű, igen. Na, kezdjük is el szerintem ezt a 20 percet, meg azt a 20 kérdést. Mesélj először is, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy vagy, hogy érzed most magad így az év elején, pláne, hogy ilyen gyönyörű napsütéses időnk van. Engem ez annyira boldoggá tesz, én reggel 7 körül indultam el otthonról, vagy 7:30 lehetett, és éppen jött fel a nap, és már láttam azt, hogy szikrázó napsütés, és ez tényleg fantasztikus, egyébként pont ugye munkából jöttem, ugye modellmunkám volt ma, és ez mindig annyira feltölt engem, és annyira örülök, hogy így elindult az év egy picikét így lassan, nekem néhány egészségügyi problémával, viszont most ugye a munkába temetkezem, és nagyon jól esik. És hogy kezdted az új évet egyébként? Te szoktál ilyenkor megfogadni valamit? Hát minden évben szerintem mindenki megfogad valamit, aztán lesz bőle valami vagy sem, viszont amit most tényleg megfogadtam, nem diéta, nem egészséges életmód, hanem a rendszer. Tehát, hogy az ember életében szerintem nagyon sokat számít az, hogyha tényleg van egy rendszer az életébe, és a bioritmusa az nem így néz ki, mint az enyém. Úgyhogy arra gondoltam, hogy nem fogok meg ilyen táplálkozást, mert nem fogyasztok túl jó ételeket, kevés vizet iszom, szóval ezzel tisztában vagyok. Viszont a rendszer az egy olyan dolog, ami szerintem bárki számára elérhető. Az nagyon fontos, és ez szerintem most aztán, így, hogy nagyon sokat vagyunk otthon még mindig, szerintem ez tök fontos, hogy így keretek közé rakjuk magunkat. Te egyébként 2014-ben lettél Miss Earth Hungary, ugye, ami, tehát bárki bármit is mond, azért a szépségről szól, de nagyon kíváncsi lennék, hogy most így 7 év elteltével, neked még mindig annyira fontosak-e a külsőségek, a szépség, ez az egész dolog, ami ezzel jár, mint akkor abban az időszakban? Hú, hát egy picit összetett kérdés, mert amikor ebből a szépségversenyen elkeveredtem, ugye akkor először 17 éves voltam, utána pedig 18. És igazából belerohantam egy szépségversenybe, mert előtte is modellként dolgoztam, és nagy reményeket fűztek hozzám, hogy milyen magas voltam, vékony, meg volt minden alkatom hozzá. Viszont ez ennyibe is maradt, ez a 168 centivel, úgyhogy mondták, hogy köszönjük szépen, van rengeteg barna hajú, kékszemű lány, akik magasabbak, mint te, vagy éppen Julán. Kapnak. És ugye a szépségversenyben nincs ilyen kritérium, hogy 172 centinek kell lenned, 60-as derekadnak kell lennie, és akkor arra gondoltam, hogy na, akkor most vagy soha. És amikor 18 évesen a Fülöp-szigeteken ott álltam egy kubai lány mellett, egy kolumbiai csajszín mellett, óriási haj, kerek, cicik, nagy fenék, darás, derék és 2 méter magas, én itt egy csibe ott álltam, hogy hát én hogy kerültem ide? Szóval, hogy nem annyira jól sült el ez a belemenekülök, és majd itt jobb lesz kategória, viszont azt gondolom, hogy egy jó ugródeszka, hogyha valaki ezt jól kezeli. Értem. Egyébként neked mennyi idő reggelente még elkészülsz? Nekem volt hosszú hajam, tehát tudom, hogy a hosszú haj az alapból reggelente egy hajmosás, fél egy óra is tud akár lenni. Hát a hajmosás az egy más procedúra, nyilván, de hogyha csak így elszaladok valahova, nem titok egyébként, nekem ki van tetoválva a szemöldököm, és van 3D-s szempillem, úgyhogy igazából egy BB krémmel és egy ajakápolóval simán útra tudok indulni. Régen nem mertem volna egyébként, volt egy ilyen időszak, amikor így teljes sminkbe, hajba, pompába éreztem magam jól, de most viszont egyáltalán nem.
Úgyhogy ha egy nagy sminket, hajat készítek, akkor az egy másfél óra, egyébként pedig 10 perc. Nagyon durva. Megtanuljuk ezeket a kis trükköket egyébként szerintem az idővel, hogy ne kelljen ránk annyit várni. Amúgy szerintem tényleg mindenki, hogyha van egy rendszer az életében, vagy bejött sminktípje, arcápolása, akkor ez tud egyre jobban rövidülni. Tényleg erről jut eszembe, és mi a kedvenc beauty hacked, amit mindenkinek elmondanál, meg mindenkivel megosztanál? Beauty hack? Hát amit én az arcomon látok, tényleg klisé, és már százszor mindenki elmondta, de a rengeteg folyadék az elképesztően fontos. Az esti sminklemosás, ha bárhol vagyok, hajnali kettőkor érek haza, nagyon fáradt vagyok, akkor is le kell mosni, ez tényleg elképesztően fontos. És talán a másik dolog, amit én imádok alkalmazni, és mondom, most tényleg le van csúszva az arcom, mert tényleg a hatos smink van rajtam, viszont nagyon szeretem, hogyha a szem alatt jó világosra van kikorrektorozva, azt nekem ilyen mániám, de sokkal üdébb a tekintet, frissebb, hogyha tényleg nagyon fáradt vagyok, akkor is egyből frissebbnek érzem magam tőle. Egyébként szerintem tökre igaz, hogy közhely, meg klisé, meg nem tudom, de én bátig állítom, hogy ez igaz, hogy a szépség az belülről fakad. Tehát, hogyha az emberben minden rendben van, akkor az így kiül az arcára, és ez rajtad tökre látszik, hogy úgy minden rendben van veled. Azt mondd el, hogy azért gondolom erre így odafigyelsz, töltekezel. Mi az a dolog, amivel belülről is próbálod magad szépíteni? Fú, hát nekem óriási szerencsém van, mert egy olyan család van mögöttem, anyukám és apukám, és a nagyszüleim, akiknek mindent köszönhetek, az, hogy ilyen keretek között nőttem fel, de megkaptam a szabadságot, és ez a kettősség nagyon megvan bennem, hogy egy ilyen poroszos, szigorú anyuka nevelt, és apukám meg a szabadság, a Hollandia, a mindenki menjen, amit akar, és carpe diem, és ez a kettősség adott nekem egy szabályt, hogy tényleg gyerekként is keretek között voltam, de abban szabadon mozoghattam. És szerintem ez rengeteget számít. Így van. Tudom, hogy volt egy ilyen negatív tapasztalatod most így a közelmúltban azzal kapcsolatban, hogy tudod, tökéletesség, meg retusált fotók, meg nem tudom, hogyha akarod, elmesélt, hogyha akarod, nem. És tudom jól, hogy annak ellenére, hogy mit gondolunk rólad, meg így hozzá hasonló influencerekről, neked nagyon fontos a tökéletesség. És szerintem ez nagyon fontos is, mert téged azért hát majdnem 150 ezer lány követ, akinek inspirációja vagy, motiválsz nap mint nap. Neked így most már úgymond úgy érzed, hogy feladatod is felhívni erre a figyelmet, hogy nem mindenem a tökéletesség? Én beleestem abba a hibába, hogy az Instagram számomra egy fotóalbum, és tényleg igyekszem nagyon szép képeket feltölteni, de a másik oldalról az Instagram sztorimban viszont mindenféle olyan dolgot megosztok, ami úgymond nem a feedbe tökéletes, hanem ott tényleg igazi, valódi élet van. És akkor megosztottam egy olyan képet, amin egy számomra talán nem annyira előnyös pózban vagyok, viszont azt éreztem, hogy január van, szürkesség van, egy gyönyörű szép bikinis képről van szó, sziklázó napsütés, és hát természetesen nem fogom a striámat és a narancsbőrömet kiretusálni, mert ez egy fék kép. Tehát ha valakinek van valami bőrhibája az arcán, nyilván abhoz, hogy hozzányúl, azzal nincsen semmi probléma. De amikor megláttam azt, hogy engem husikának neveznek, hogy néz ki a bőröd, blablabla, bla, bla, ez nem is engem sértett meg, mert én egyébként, hogy is mondjam, én büszkén viselem a striáimat, szóval én rengeteget fogytam, híztam, nincs túl jó genetikám a bőrömet tekintve egyébként, bármely is mindenki azt gondolja, de nem zavar egyáltalán. Viszont az, hogy ott van 150 ezer ember, akinek a 80%-a nő, és azt látja, hogy ez mennyire gáz, titkolni való, ördögtől való, én ettől ijedtem meg, hogy úristen, egy kommentet lát ennyi ember, és hogy most mit tévő legyek? Álljak ki, és mondjam azt, hogy elnye, beenje, vagy mit csinálok, hogy mit tudok ezzel jót tenni, és azt éreztem, hogy muszáj kiállom emellett, mert ha én nem, akkor kicsoda. Úgyhogy ez nekem egy ilyen veszőparipám lett most, mert hogy nekem a nők mindenek felett, és hogy én minden nőt szépnek látok, és hogy nekem annyiféle típusú nő tetszik, és hogy nagyon megbántottak engem ezzel igazából. Pedig ezek annyira... Szóval, hogy ezek olyan dolgok tudnak lenni, ami igazából gyakorlatilag minden nyomk testén ott van. Az, hogy volt ennek egy divatos időszaka, amikor mindenhonnan mindent is leretusáltak, az egy dolog, de most már a mai világban
bemutathatjuk, hogy milyen is valójában a női test, úgyhogy ez szerintem nagyon fontos és tök jó. És én már azt hittem, hogy rég túl vagyunk ezen egyébként, ezen a témán, és valamilyen mindig újra és újra előjön, és egyszerűen így ott állok, hogy ez még mindig téma, ez az embereket még mindig így érdekli, és nem fogadták el egymást, és így ez annyira furcsa. Igen, sajnos. Pedig nálad aztán tényleg nagyon kevés dologba tudnak belekötni. Bár azon gondolkoztam, hogy azért az, hogy szép is vagy, meg sok a követő is, és akkor még focista feleség is vagy most már 2 éve, ami hát biztos... a hátrányos helyzet, hogy mindig ezt szoktam mondani. Úgyhogy azon gondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha mondanál 3 olyan dolgot, amivel most megpróbálunk nagyon meglepni embereket, amit mondjuk annak ellenére, hogy te szép is vagy, okos is vagy, focista feleség is vagy, de mondjuk nem gondolták volna rólad. Húha, hát ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként, amit talán sokan nem tudnak, hogy én elképesztően szeretek, vagy ezt nyilván tudjak az emberek, hogy nagyon szeretek beszélgetni, és imádom mások életútját megtapasztalni. És attól függ, hogy valaki 8 éves vagy 88, bárkivel nagyon meg tudom magam értetni, és nagyon kíváncsi természet vagyok. És én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az iskolán múlik az például, hogy ki mennyire intelligens, ki mennyire okos, hanem tényleg az élettapasztalat, hogy másokkal beszélgessük, hogy hallgassuk meg a másikat, annyit lehet ebből tanulni, és engem teljes mértékben ezt töltek ez. És a Kárpát-Rébeka barátnőm volt egy humanitárius túrán Kongóban, és így mondtam neki, hogy te jó ég, kimész oda, hogy mi fog veled történni, és eljutottam arra a szintre, hogy annyira szeretnék mindenkinek segíteni, hogy például egy humanitárius túrán is gondolkozunk most így áprilisban, amit nagyon-nagyon várok. Úgyhogy rengeteg ilyen dolog van most a fejemben, vagy most például az önelfogadás, ami nem is gondoltam, hogy ez ennyire fontos, és hogy ennek muszáj hangot adni, és most kezdem el megtapasztalni azt, hogy mennyire fontos, hogy tényleg kiálljunk ilyen dolgok mellett, és ez nem arról szól, hogy ki mennyi lájkot kap, ki mennyire ismert, hanem ha csak egy ember úgymond utána dominó effektusban erre felhívja a figyelmet, ez egy óriási dolog. Igen. Nekem van egy kislányom, és a pocakomban hordom már a második kislányunkat, és úgy gondolom, köszi, és úgy gondolom, hogy... Micsoda? Gratulálok! Ja, köszönöm szépen! Szóval, hogy azt akartam mondani, hogy szerintem tök fontos, hogy a szülők egyszer egy minta, és a mai világban ti influencerek, vagy vloggerek, vagy hírességek vagytok egy másik minta. És nagyon fontos, igen, hogy ilyeneket tessék mutatni, mert aztán majd 10-20 év múlva olyanok lesznek a lányok, a lányaink, mint amit most mi mutatunk nekik példaként. Ez így van, sajnos, igen. Úgyhogy tök kíváncsi lennék, hogy egyébként a követőid mit kérdeznek tőled általában a legtöbbször. Ha már itt a gyerekekről beszélgetünk. A legtöbbször? Hát nyilván az, hogy hol a gyerek. De ez rúg a legtöbbször. És ez olyan furcsa, hogy amikor összejöttünk, akkor jó, de akkor lánykérés, utána hát jó, de akkor esküvő, na most meg hol a gyerek? Tehát, hogy ez ilyen annyira tipikus, és ha van egy, akkor meg hol a második, szóval ez egy örök körforgás. De jelenleg egyébként mi nagyon régóta szeretnénk kisbabát, viszont most abban a helyzetben vagyunk, hogy nem tudom, hogy a férjem hol fog most dolgozni. És ameddig nincs egy bázisunk, hogy ténylegesen tudom azt, hogy 2 évig egy helyen élünk, addig én ezt nem merem bevállalni. És most rengeteget dolgozunk mind a ketten. Egyébként nagyon fiatalok vagyunk, én 25 vagyok, ő 30, úgyhogy azt gondolom, hogy még bőven időben vagyunk. Így van. De a kérdésekből sose lesz vége. Nekünk a harmadik jön, és már a harmadikat várom, és már azt kérdezik, hogy és negyedik is lesz, azt is szeretnétek? Úgyhogy a kérdéseknek sosincs vége. Igen, hát mindegy. Hogyha már említél a férjed egyébként, ugye téged szerintem nagyon sok mindenki, hogyha esetleg az arcodról nem ismerne, de a nevedről biztos. És hagyd kérdezzem már meg, mert a mai világban ez ilyen állandó kérdés, meg téma szokott lenni, hogy felvesszük-e a férjünk nevét, vagy sem. Te felvetted a férjed nevét az esküvő után? Én felvettem, igen. Én azt gondolom, hogy mi így vagyunk tényleg kerek egész egy család. Engem az emberek, mint Fandambos Sydney ismertek meg, de azzal igazából, hogy mellé csattam a férjemnek a vezetéknevét, én nem változtam, csak ténylegesen egy családdá váltunk, úgyhogy így elég cifra és hosszú lett a nevem még ennél inkább. És elárulod, hogy mi az igazi személyigazolványban szereplő neved, lehet tudni?
Persze, a szemében az a név szerepel, hogy Egerszegi Fandenbosz Sydney Alexandra Victoria. Szoktak szeretni az ügyintézők, ugye? Hát, amikor érettségiztem, akkor az osztálytársaim annyira kivoltak, mert senki nem nyithatta ki az első lapot, ameddig mindenki nem végez, ugye, a neve leírásával. Úgyhogy nagyon jó, mert egyébként nagyon szeretem, viszont amikor gyerek voltam, és mondjuk rosszat csináltam, akkor anyukám, mint egy igazi olasz mamma, Szirni Alexandra Victoria, és annyira utáltam, hogy mindenkinek azt mondtam, hogy engem nem így hívnak, én Sisi vagyok. És nem mondtam el senkinek, hogy hogy hívnak, nyilván tudták. És igazából ilyen 14-15 éves voltam, amikor elkezdtem így rájönni arra, hogy ez tök különleges, és ez tök jó. És 10-ből hányszor rontják el ezt a nagyon jó nevet? 10-ből 9-szer, és mondjuk rendelek egy pizzát, most mondok valamit, és akkor mondom a nevet, mondjon valami jobbat, mondom, Egerszegi Tamás, na látja, tud jobbat mondani. Jaj. Mesélj nekem, egyébként én tökre azt látom, hogy ti a férjeddel is ilyen nagyon egy hullám hosszon vagytok. Nyilván tudom, hogy más az, amit az ember megmutat, meg más egy fotó, vagy egy sztori, egy poszt, de én azért úgy látom, hogy ti olyan kerek egész vagytok. És meséld már el nekem, hogy így mit gondolsz erről, hogy mi a boldog, a harmonikus párkapcsolat titka, és most így szándékosan nem házasságot kérdezek, mert akkor majd mindjárt írják a kommenteket, hogy hát 2 év után mit, de azért már jó pár éve együtt vagytok, úgyhogy biztos, hogy van már neked is valami praktikát, tipped. Hú, hát idén leszünk ugye 5 éve együtt, és ami nagyon érdekes nálunk, hogy mi rengeteget voltunk úgymond távkapcsolatban, és én mindig ezt mondom, hogy a távkapcsolat az nem azt jelenti, hogy ténylegesen külön élünk egymástól, és úristen, mi van akkor, és a bizalom, és az akármi. Most a pandémiában mindenki megtapasztalhatta azt, hogy ténylegesen a megfelelő kommunikációval egy ölelést nem lehet pótolni, ez egyértelmű. De az, hogyha az ember tényleg rengeteget beszélget, mindent pótolhat. Én nagyon figyelek arra tényleg, hogy most a nagyszüleimet tényleg napi rendszerességgel felhívjam, amikor külön éltünk, minden nap videóhívás, tudunk egymásról mindent, és hiába vagyunk mi a Tomival tényleg tűz és víz, mert elképesztően különböző embertípusok vagyunk, nagyon kiegészítjük egymást, és mind a ketten ilyen nagyon békések vagyunk. Én szeretek Tomból, és van bennem egy ilyen kettősség, de nekem nagyon fontos, hogy az otthon melege. Értem. De akkor ezek szerint ti is szoktatok veszekedni. Szoktuk, de hogy mi úgy veszekedünk, hogy tehát nincs nálunk ajtócsapkodás, tányértörés, meg ilyesmi, szóval mind a ketten elég ilyen békés természetűek vagyunk. Csak kicsit úgy zsörtölöttök. És tudom, azon, hogy nem egészségesen étkezem. Ez a fő vitaforrás. Ja, mert ő neki meg ez nagyon fontos. Neki ez elképesztően fontos, és ő így is étkezik, így éli a mindennapjait, én pedig a szöges ellentétel. Tehát megállok egy pékségben, egy gyors étteremben, amit találok, azt megeszem, ő viszont kigondoltan éli a mindennapjait. Wow, ez általában pont fordítva szokott lenni, de hát nyilván nálatok más a helyzet. Tudom, hogy nagyon szeretsz utazni is, ami hát az elmúlt egy évben nem úgy alakulhatott sokunknak, vagy mindenkinek, ahogy szerettünk volna. Hogy viselette ezeket a korlátozásokat? Hú, hát az elején egyébként azt hittem, hogy nagyon rosszul fogom viselni, mi itt közel 100 napot voltunk egyébként karanténban, még amikor apukám itt volt Magyarországon, és rájöttem arra, hogy tök jól el vagyok otthon is, szóval imádom a szabadság vágyát, az utazás élményét, a repülés élményét, hogy megszűnik minden, eltesszük a telefonunkat, és csak mi vagyunk ott a levegőben. Viszont rájöttem, hogy egyébként itthon is nagyon jól el vagyok, de most, hogy pont volt egy mini utazáson, most megérintett a szele, hogy mennyire hiányzik, úgyhogy azért idénre már vannak terveim. És hogyha most foghatnád a bőröndöt, és mehetnél, hova mennél? Az északi sarkkörre. Már tavaly óta nagyon szeretnék eljutni elképesztő módon, és tavaly a Covid miatt nem tudtunk kiutazni. Egy barátnőm kint egyébként kutyás számhúzó, és idén van kint utoljára, úgyhogy ki kell használva a lehetőséget, hogy most tényleg mindent be tud nekem azt mutatni. Na, ezt akkor érzékelem, hogy idén nagyon sok helyre szeretnél elutazni, de még milyen terveid vannak 2021-re? Hú, hát a tavalyi év után nagy terveket nem szövögetek, tehát hogy tényleg ez a rendszeresség, ez nagyon fontos számomra,
szeretnék rengeteget dolgozni, szeretnék utazni, a családom a minőségi időt együtt tölteni, hogyha végre leülhetnék a nagyszüleimmel egy asztal köré, és ebédelhetnék velük egy jót, az mindent megérne tényleg. Úgyhogy nagy terveim nincsenek, csak tényleg ezek az elmulasztott pillanatok tavalyról. Igen. Utolsó kérdésnek azt írtam föl, egy ilyen szépségkirálynős kérdés, hogyha egyetlen dolgot választhatnál, akkor mi lehetne? Szerintem ezt mindenkinek mondhatom, hogy érjen véget végre ez a Covid mizéria, mert ez tényleg hozzá lehet szokni, és értem, hogy nagyon sokan ezt így elengedik, de akinek nincsen veszélyeztetett apukája, nagymamája, talán nem is érzi ennek a súlyát, hogy mennyi lemondással jár, a tilalom, a szabadság utáni vágy, az együtt töltött idő, tehát hogy nekem ez már annyira, de annyira szükségem lenne rá, és hiába oldjuk meg nagyon frappáns módon, azért jó lenne szabadon élni. Így van. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm a pozitívságodat, és ezt a csodálatos kisugárzásodat a kommentelőknek is, sokkal több ilyen boldog pillanatot küldenék, meg pozitív hozzáállást az élethez, és akkor ők is szebbeket írnának. Nagyon szépen köszönöm, Sydney, és további szép napot. Szia, szép napot, sziasztok! Szia!